218 alkotást készítettek a diákok arra a rajzpályázatra, amelyet a Kríziskezelő Központ az intézményt rendszeresen támogató iskolák között hirdetett meg, így szerettek volna kedveskedni a tanulóknak. A Tóvárosi Általános Iskola, a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola, illetve a Táncsics Mihály Általános Iskola diákjai hogyan segíthetnek egy hajléktalan embernek témában alkották meg műveiket, amelyeket a központban az eredményhirdetés alkalmából ki is állítottak. Azt azért tudni kell, hogy ma van a rajzolás világnapja, tehát mondjuk ez véletlenül alakult így, de ennek örülünk, és ez a három iskola, ez a Tóvárosi Általános Iskola, a Szent Imre Gimnázium Általános Iskola és Óvoda, illetve a Táncsics Mihály Általános Iskola, ahol meghirdettük, és hát fogadókészek voltak a tanárok, és hát rengeteg rajz érkezett be, 218 darab. Nem volt könnyű dönteni, egy képzőművész tanárnő is segített abban, hogy jó döntéseket hozzunk. Mészáros Attila rajzpályázat kapcsán úgy fogalmazott, fontos, hogy a társadalom toleranciáját és elfogadó képességét folyamatosan növeljük azok iránt, akik a szociális ellátórendszerben ellátottként élnek. Köszönöm azt a pályázatot, amelynek keretében gyermekek fogalmazták meg gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban, hiszen fontos az edukáció tekintetében, hogy már minden fiatalabb korban megpróbáljuk nekik megmutatni, hogy ők is emberek, csak egy más helyzetben, más élethelyzetben vannak, és fontos, hogy próbáljuk meg őket segíteni az ő élethelyzetükben, hiszen azért azt látjuk mi is az ellátórendszer tekintetében, hogy sokan, akik segítséget kérnek, tudunk nekik segíteni, lépésről lépésre haladnak előre, és ki tudnak mászni abból a gödörből, amelybe bele kerültek. A díjátadón az első és második osztályos kategóriában Németh Bence Zoltán a Tóvárosi Iskolából, a harmadik negyedik osztályos kategóriában Scheffer Flóra a Szent Imre Iskolából, míg a felsős kategóriában Bóka Dorina szintén a Tóvárosiból lett az első helyezett. A fiatalok oklevelet és apró ajándékcsomagot kaptak, majd a különösen kreatív rajzokat közönségdíjban részesítették.